A tapasztalatokról és az eredményekről számoltak be a résztvevők a RomaBiz projekt záró konferenciáján a König Hotelben ma délelőtt. A pályázati együttműködés Ausztria és Magyarország között 2018-ban kezdődött. Az összefogás célja a roma kis- és középvállalkozások helyzetének javítása, versenyképességük erősítése volt. A menedzserek kérdőíves felmérésben összesen 102 vállalkozásnak térképezték fel az igényeit. Mint az a válaszokból kiderült, a vállalkozóknak elsősorban marketing és pénzügyi területen volt szükségük segítségre. A projekt során a mentorok előadásokon és workshopokon tanácsadással támogatták az ügyfeleket a fejlődésben. A projekt egy záró konferenciával ugyan véget ér, de ez gyakorlatilag még a szakmai tevékenység jövő év februárjáig folytatódik. Tehát ugyanúgy szakmai oldalról a tanácsadás és a mentorálás folyik a vállalkozóknak, a meglévő vállalkozásoknak, és sőt, mi több, tehát keressük az újabb vállalkozásokat, hogy nekik is még ebben az időszakban tudjunk segíteni. A program ideje alatt 2020-ban és 2021-ben a koronavírus járvány nehéz helyzetbe hozta a vállalkozásokat. A projektmenedzserek a pályázati rendszerekről és a bérköltség támogatásokról is rendszeresen tájékoztatták a partnereiket. Elsősorban az Európai Uniós támogatások voltak érdekesek, azok voltak hangsúlyosabbak az országon belül is, gazdaságfejlesztés szempontjából, és hát ugye a COVID-19 vírushelyzet okozta nehézségek ellensúlyozására írtak ki központi támogatási lehetőségeket is, amikről folyamatosan tájékoztattuk a már meglévő ügyfélkörünket, és ezeket a tájékoztatásokat igazából pozitívan fogadták. Volt, aki élt is vele, mint lehetőségként voltak, akik nem. A konferencián résztvevőknek a roma kulturális értékekről hagyományőrző együttesek tartottak bemutatót. Nos,